Devecser az összefogás városa. 2010-ben ez a település is elszenvedte a vörösiszap katasztrófát, de a város összetartó erejének köszönhetően megszépült és dinamikus fejlődésnek indult. Itt található egyébként az Eszterházy kastély is. Ebben a kastélyban pedig Közép-Európa egyik legszebb könyvtára látható. Nagyon kevés olyan városi könyvtár van, amely egykori várkastélyban kapott helyet, ezért igazi kuriózumként tartanak minket számon. Számos turista csoport keres fel minket ezért, hogy megnézzék az Eszterházy kastélyt és a benne található városi könyvtárat. Devecserben található az a Makovec lakópark, ami a 2010-es vörösiszap katasztrófa után épült Makovec Imre és építésztársainak a tervei alapján. Devecser város egyik érdekessége, hogy Gárdonyi Géza a nagy írófejedelem 1882 és 83 között itt tanított a városban, és itt írta a Fel nagy örömre című karácsonyi éneket, amely mai napig is gyakran felhangzik, akár a mi templomunkban is. Ezen a helyen már az Árpád korban is állt egy kisebb méretű templom, amely köré a település maga szerveződött. Ez volt a település központja, Szent György tiszteletére szentelték. A II. Világháború után került sor a templomnak a felújítására. Később aztán 1989-ben egy külső-belső felújításon is átesett a templom. Mára megint szükségessé vált, mint az látható, és a templomnak a felújítása, és a vidékfejlesztési program keretében, annak a támogatásával sikerült egy jelentősebb összeget nyerni a templom külső felújítására. Kicserélik a templomnak a tetőhéjazatát, valamint a külső vakolatot fogják felújítani. Én mindössze 2 hónapja vagyok ennek a településnek a plébánosa, plébániai kormányzója, és amikor jöttem, akkor rákerestem az interneten arra, hogy Devecser mégis mit lehet róla tudni. És az első címszó, amit kiadott a kereső, Devecser az összefogás városa. Az a tragédia, amit 7 évvel ezelőtt történt, az valóban el is gondolkoztatta, én úgy gondolom, az itt élőket, és nem csak megviselt őket, de valóban én úgy gondolom, hogy elindította abba az irányba a városnak a lakóit, hogy tényleg egymásra vagyunk utalva, és tényleg egymásért felelősséggel tartozunk.